Az elmúlt napok sztárpapírja a MOL volt a hazai tőzsdén. Érdemes azonban egy kicsit körbenézni a társaság házatáján. Van-e értelme most beszállni a MOL sztoriba? Az elmúlt napokban kiújultak a harcok a kommunikációs szinten, részben a kurdok, illetve a Danagász, mint partner között. Nem látni tisztán ugyanis abban a kérdésben, hogy ki tartozik kinek. Múlt hétvégén még úgy tudtuk, hogy a Danagásznak tartozott a kurd kormányzat. A ma reggeli hírek alapján viszont úgy tűnik, hogy több milliárd dollárra adós a Dana a kurd kormányzatnak. Ez tehát azt jelenti, hogy továbbra sincs érdemi megoldás ebben a vonatkozásban, ami nyomot hagyhat a MOL kereskedésén. De talán ennél is fontosabb az, hogy Oroszország ellen az Amerikai Egyesült Államok, illetve az EU újabb szankciókat vezetett be a mai naptól kezdődően, ez pedig érdemben rontja Oroszország megítélését, illetve az Oroszországgal kapcsolatos részvénysztoriknak a mozgását. Emiatt a MOL, illetve a Richter is nyomás alá kerülhet, úgy tartjuk tehát, hogy a következő napokban inkább lefelé kúnyul majd az árfolyam, visszaszállni valahol 11.800, illetve 11.600 forint körül érdemes a MOL-ba.